Könyvben Kófejár Pernek és Szerti urat, akit Boldváról kérkezett feleségével és két gyülekezeti tagjukkal együtt. Köszönjük, hogy elfogadták a felkérést és hirdetik közöttünk ezen a három estén Istennek igéjét. Testvérek pedig bizonyságtételen szolgálnak majd közöttünk. Kezdjük ma Isten tiszteltünket énekszóval. A 464. dicséretet énekeljük mind a hat versével. A 464. dicséretet keressük meg, és énekeljük minden versével. Az első vers úgy kezdődik. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem, íme. Megnyitom. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem, számunkra. Urunk, adj nekünk nyitott szívet, nyitott értelmet, nyitott fület, hogy mindazt, amit üzensz nekünk, azt be tudjuk fogadni, azt magunkévá tudjuk tenni. Urunk, te látod, hogy miből jöttünk, milyen nehézségből, milyen fájdalomból, milyen gyászból, milyen örömből. Urunk, ezt mind hozzuk elé, mert te tudsz mindenre megoldást adni, te tudsz vigasztalni, te tudsz erősíteni. Jöjj, drága Szentlélek, elevenítsd meg az igét, elevenítsd meg bennünket is, hogy befogadva azt, megcselekedővé váljunk. Jézusért kérünk, Atyám, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ezen a három estén a Lukács evangéliumából fogom olvasni, Jézus követéséről. Jézus követni hív bennünket. Végigolvasom most a három estének az igéjét, aztán kiemelem azt, amiről ma szeretnék szólni.
A Lukács evangéliuma 9. részéből az 57-től a 62-ig fog szólni ezen a három estén az ige. Az 57. verstől így hangzik az ige. Történt pedig, mikor mentek, valaki mondta neki az úton: követlek téged, Uram, valahová még. És mondanék: Jézus, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Mondta pedig másnak: kövess engem. Az pedig mondta: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig néki: Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmennél, hirdesd az Isten országát. Mondta pedig más is: követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. Mondanék ki: Jézus, valaki az eke szalvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Az 57. 58. verset újra olvasom. Történt pedig, mikor mentek, valaki mondta néki az úton: követlek téged, Uram, valahová még. És mondanék ki: Jézus, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Kedves testvérek, egy történettel hadd kezdjem. Ez a történet még a második világháború idején történt. Az idősebbek lehet emlékeznek rá, hogy voltak olyan helyzetek, hogy katonákat szállásoltak el egy-egy faluban. Mert odaért a front, és a katonákat el kellett szállásolni. És akár tetszett a házigazdának, akár nem, be kellett fogadnia az ilyen elszállásolt katonát. Az egyik este történt, az egyik ilyen helyen egy özvegy asszonynak is két katonát kellett elszállásolnia, és bent ültek a szobában, este volt, és a két katona beszélgetett, az özvegy asszony kicsit félrehúzódva hallgatta őket. Az egyik katona elmondta, hogy tudod, azt mondja, én egy olyan családban nőttem fel, ahol a szüleim istenfélők voltak, és úgy belenőttem a hitbe, velük jártam a templomba, és mielőtt katona lettem, hoztam egy döntést, és megtértem, Jézus Krisztus gyermeke lettem. Ez az én történetem. Mire a másik katona megszólal, hogy hát tudod, én nem ilyen utat jártam be. Az én szüleim is istenfélők voltak, sokat imádkoztak értem, de én olyan istentelen életet éltem, hogy elszöktem otthonról, minden rosszba belementem, és az egyik alkalommal, amikor már azt hittem, hogy börtönbe kerülök, találkoztam egy idős hívő bácsival, aki elkezdett nekem beszélni Istenről, és akkor döbbentem rá, hogy mi történt velem, hogy az én szüleim nem erre neveltek, és akkor én úgy döntöttem, hogy Jézust követem, és ez az én történetem. És ezután odafordultak az özvegyasszonyhoz, és megkérdezték tőle, hogy kedves néni, magának van-e története? És a néni azt mondta, nekem még nincs. Drága testvérem, te, aki itt vagy, akár történettel a szívedben, hogy van már Krisztus történeted, vagy még olyan vagy, mint az özvegyasszony, akinek nincs, Isten ma elkészítette ezt a három estét, hogy ezeken az estéken úgy menj majd haza, hogy neked is legyen történeted. A sorozatnak ez az igéje, ennek a három estének, hogy valaki az eke szarvára veti a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. Ezeken az estéken az Úr Jézus három emberrel beszél. És így kezdjük a mai estét, amikor az úton mentek, valaki megszólítja, követlek téged, követlek, mentek. Mi is megyünk állandóan, testvérek. Lehet, hogy most éppen itt ülünk a székeken, és figyeljük az igehirdetést,
De akkor is körülöttünk megy az idő, sötétedik be, mert jön az este, valami mindig megy körülöttünk. És mi magunk is, mert megy előre az idő, úton vagyunk a születéstől a halálig. És nem tudjuk, hogy ennek az útnak az elején, a közepén, vagy a végén vagyunk. Mert nem úgy van, testvérek, hogy csak 70-80, meg 90 évesekkel van tele a temető. Nem tudjuk, hogy hol vagyunk ezen az úton. Ma még van lehetőségünk, hogy találkozunk Istennel. Ma még megadta ezt számunkra. De holnap itt leszünk. Biztos. Úton vagyunk. És ezen az úton jönnek, mennek mellettünk. A kérdés az, hogy helyes-e az út irányunk. Odaérünk-e, ahová szeretnénk? De aki most itt ülsz, jó irányba haladsz? Jó irányba halad az életed? Lehet, hogy valaki olvasta a Zarándok útja című könyvet, Bunyan János írta, nagyon kedves könyv. Ez arról szól, hogy van egy zarándok, aki elindul a mennyei Jeruzsálem felé. Honnan indul el? A romlás városából. Drága testvérek, mi ide születtünk. A romlás városába. Itt, ebben a világban minden az enyészeté lesz, itt minden a bűné, a sátáné. A kérdés az, hogy elindultál már. Vagy még mindig ott vagy, azon a helyen, ahol születtél, lelkileg, vagy pedig elindultál már a mennyei Jeruzsálembe. Elindultál már Isten városába. Miért fontos, hogy elinduljunk? Azért, testvérek, mert az Úr Jézus Krisztussal csak ezen az úton lehet találkozni. A menny felé vezető úton. Ő itt jár. Biztos voltak már úgy a testvérek, én már voltam úgy, hogy rossz vonatra szálltam. Elnéztem. És alig vártam a következő megállót, hogy leszállassak, és végre a jó vonattal, vagy a jó irányba induljak el, ahova szeretnék menni. Miért fontos ez? Azért, mert ma itt, ezen az Isten tiszteleten át lehet szállni. Ha rossz vonaton mész, ha rossz irányba megy a te életed vonatban, ha még mindig ott vagy a romlás városában, és a kárhozat felé tart a vonatod, Isten azt mondja, hogy most itt, ezen az Isten tiszteleten át lehet szállni, mert minden Isten tisztelet, mert minden igehirdetés az egy átszállási lehetőség számunkra. És hogyha meglátod valamelyik este, hogy rossz vonatra ülsz, vagy azon vagy, akkor van idő átszállni. Hát Isten most azért hozott ide, hogy amíg a végállomáshoz nem érsz, addig tudj az ő vonatára szállni. Hogy is olvastuk? Így olvastuk, testvérek. Valaki mondta néki az úton. Jézushoz megszól valaki. Ez nagyon fontos. Valaki. Nem nevezi néven az ige. Bárki lehet az. Lehet idős, lehet fiatal, lehet egészséges, lehet beteg, lehet gyászoló, és sorolhatnánk. Bárki megszólíthatja Jézust. Valaki. Tegyél te az a valaki, aki ma este megszólítod őt. Mert amíg úton vagyunk, addig lehet Jézusról. És valaki megszólította Jézust,
és Jézus hallgat a szólításra. Ez is csodálatos, testvérek. Gondoljunk csak bele. A jerikói vak ott ül az út széle, és hallja, hogy Jézus van arra elmenendő, és elkezd kiáltani. Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta! És sokan el akarják hallgattatni. Nehogy már pont hozzá, egy vakhoz, egy szerencsétlenhez fog odahajolni Jézus. És Jézus megáll, és odahajol, és megkérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? És visszaadja a látását ennek az embernek. Testvérek, nem mondja, és nem mond magad, hogy pont mellettem fog megállni Jézus. Hát én ilyen vagyok, én olyan vagyok, elesett vagyok, beteg vagyok. Sorolhatnánk a kifogásainkat. A vakkoldus nem a kifogásokat kereste, hanem látni akart, és kiáltott. És Jézus meghallgatta. A te kiáltásodat is meghallja, és meghallgatja. Ha őszinte szépen kiáltasz hozzá. A te kiáltásoddal is megáll, ha őszinte szívvel, tényleg imádkozva szólsz hozzá. Követlek téged, Uram! Így hangzik egy rövid ima, testvérek. Egy döntés annak az embernek az életében. Sokféle ima van. És főleg mi kérni szoktunk. Legyen egészséges a gyerekem, legyen én egészséges, legyen munkahelye a gyerekemnek. Az unokámra vigyázzon az Isten. Ennyi, meg szoktunk tenni. De testvérek, volt-e már döntés az életünkben? Volt-e már egy olyan imádság bennünk, hogy követle, Uram! A sok kérő imádságunk mellett elmondta-e már Istennek, elmondta-e már Jézusnak, követlek téged, Uram. Ez tulajdonképpen egy átszállás. Mert a megtérés az három szó, testvérek. Állj, hátraadsz, indulj. Egy szóban, követlek. Csak hát nem akarjuk követni Jézust. Miért nem? Azért, mert szeretünk önállóak lenni. És a bűn gyökere mindig az önállóságunk. Nehogy már Isten mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk. Majd én eldöntöm. Eldöntöm, hogy milyen lesz a munkahelyem, eldöntöm, hogy hogy fogom nevelni a gyerekeimet, eldöntöm, hogy majd én megmondom mindenkinek, hogy hogy csinálja, a menyemnek, a vejemnek, majd én. Ilyenek vagyunk, testvérek. Ez a bűn gyökere. De el lehet jutni. És szabad eljutnunk oda, hogy az Úr Jézus Krisztus az első az életünkben. Gondoljunk csak Pál apostolra. Pál apostol úgy gondolta, hogy jót tesz az élete elején, összeszedi az összes keresztényt, üldözte őket, ő vallásos zsidó volt, a törvényeket betartotta, azt gondolta, hogy ezzel ő egy szuper ember. De ott a damaszkuszi úton, amikor leesik a lóról és találkozik Jézussal, ott dobta rá, hogy mégsem jó vágányon van az élete. Mégsem jó felé megy. És azt mondja, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjél? Pál apostol abba hagyta a rossz vágányon való menetelt, és ezzel kimondta azt, amit valaki mondott Jézusnak, követlek, Uram. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjél? Követlek, Uram, valahová mégy.
bárhová még követlek téged, Uram. Hova ment Jézus? Az Úr Jézus, drága testvérek, a keresztre ment. Arra felé tartott. Hogy életét adja ezért a bűnös, romlott világot. Oda is követed? A keresztre is követed az Úr Jézus? Vesd számot. Mert hogy ebbe a követésbe belehal az óembered. Belehal a természeted. Akarod? Vállalod? És azt mondja, hogy föl kell venni a keresztet. Ki a kereszt? Mi a kereszt? Lehet, hogy egy kibírhatatlan ember a keresztet, valamelyik családtagot, akivel nem bírsz, nem boldogulsz. Lehet, hogy egy betegség a keresztet. Életbe vágóan fontos, hogy mit mondasz és hogyan döntesz. Hiszen nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetősége máskor. Jöhet bármi közben. Azt mondja az ige Jób könyvében, szólott az Isten egyszer, kétszer. És lehet, hogy már ez a második, de harmadik nem lesz. Akkor mi lesz vele? Mi lesz a lelkeddel? És Jézus válaszol ennek a valakinek, és azt mondja neki Jézus, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs fejük, hová lehajtania. Miért ezt a két állatot választja Jézus? Sokféle állatnak van barlangja, van fészke, van búvóhelye. Miért pont a róka és az égi madár? Azért, testvérek, mert a róka az egy ravasz, ügyes állat. A rókát nem lehet csapdába csalni. Az előző gyülekezetünkben volt egy szomszéd bácsi, és a kertje már ki az erdőre ment, és hát sokszor bejött a róka, és elvitte a tyúkját, és hát tett ki csapdát. A csapdára tett egy kis húst, hogy majd megfogja. A róka szépen letolta a húst, a csapdáról megette, de a csapdába nem ment bele. Aztán a bácsi vagy kétszer-háromszor még próbálkozott vele, és azt mondta, hogy hát nem fogja a húst rápazolni erre a rókára. Mert ilyen. Vagy a másik, hogy a róka odú az olyan, hogy nem egybejárata, hanem sokkal több. Egyen bemenekül, és hiába várod ott, hogy majd ott kijön, te várhatod, mert már a bármelyik lyukon régen elment, elszaladt. Mert ravas, ravasz. Olyan ügyes, mint a mi jó emberünk, testvérek. A barlang az egy búvó hely. És lelkileg olyan búvó helyeink vannak, ha meg akarnak fogni, akár öt kiáratai is van, amin kimenekülünk. Ilyenek vagyunk, testvérek. Isten lehet, hogy régóta keres téged, hogy megfogjam, de ott van a róka barlang. Ott van a kifogás, ott van az okolás, az indoklás, és sikerül elmenekülned. A gyülekezetünkben van egy hívő asszony testvérünk, két éve tért meg, és vasárnaponként ott volt Isten tiszteleten, de hétköznapi alkalmakra, vagy bármilyen alkalomra nem szívesen jött, és a felesége mindig megszólította, hogy hát most ez az alkalom lesz, az az alkalom lesz, szeretettel látjuk.
És a megtérése után mondta el, hogy hát tudjátok, én annyira utáltam, amikor már Ilike jött felé, mit hívják a feleségemet, hogy már megint hív benne egy alkalomra, hogy milyen kifogást találjak már ki, hogy ne kelljen arra a Biblia órára, vagy bármilyen evangelizációra elmenni. Aztán a megtérése után bevallotta nekünk, elmondta, de hát ilyen az óemberünk testvére. Ezért nem jövök, azért nem jövök. Ez a problémám. Bújunk, mint a róka az odujában. Aztán a másik, hogy mindenre van válasz. Ez is egy kifogás. Hát én jobban tudom. Hát nehogy már a Biblia mondja meg, az több ezer éves könyv, hogy én hogy csináljam, hát én azért csak jobban tudom. Megmagyarázzuk. Nem szoktuk. Azért nem csinálom az Isten szerint, mert én jobban tudom, mert nekem tapasztalatom van rá. Aztán valakivel egyszer beszéltem, hogy hát de miért nem tetszik templomba járni? Mindig elhozta az egyház fenntartást. Azt igen. Úgy gondolt, hogy ezzel ki van pipálva, rendben van téve, az Isten befizetett és kész. És ültünk az irodában, írtam a nyugtát arról, hogy befizet, és mondom, miért nem tetszik már jönni? Legalább egyszer. Hát én nem vagyok beszélő viszonyban az Isten. De mi lesz akkor, amikor majd oda kell állni, és Isten nem lesz vele beszélő viszonylag? És azt mondja, hogy én nem ismerlek, nem tudok róla. Drága testvérem, a lelkeddel játszol. Az üdvösségeddel játszol. Isten nem azért akar utolérni, hogy kivégezze, hanem hogy megmentse. Van egy könyv, nagyon szeretem, a Foglyok Angyala, Vrede Matild. Egy finn nő volt, aki a foglyoknak hirdette az evangéliumot. Bement a legsötétebb zárkába is, és hirdette az evangéliumot. És volt egy szökött fegyenc, kaponetnek hívták, és kieszközölték számára a kegyelmet. És Matild a szabaduló levelet utána akarta küldeni ennek a fogolynak, vagyis hát a fogoly szökött fegyencnek. És járták Finnország pusztáit a lovasok, és amikor ez a kapónen hallotta a ló dobogást, mindig elbújt. És a végén meghalt. Mert kereste őt a kegyelem, kereste őt az a szabaduló levél, hogy szabadságot adtak, megbocsátottak neki, de ő rejtőzködött. Vigyázz testvérem, hogy nehogy így jár. Ne bújj el Isten kegyelme szeretet elől, amikor keres téged. A rókáknak barlangjuk van. Neked is van barlangod? Hova bújsz? Hajlandó vagy a bújócskát abba hagyni? Azt mondja, hogy megadod magad, jövök. A világosságra, az Isten világosságára, a fényre, Jézus Krisztus jelenlétébe. És a másik, amiről beszél itt az ige, mert Jézus, hogy a madaraknak pedig fészkük van. A fészek, az pedig a kényelem. Hát az kell nekem. Kényelmes. Itt még jó, ugye kényelmes székeken ülünk, nem tudom milyenek a templomi padjaitok, de hát nálunk mi már voltunk olyan alkalmon, evangelizáción, hogy azt mondom a feleségemnek, hogy te, ez egy kínzó eszköz volt ez a pad. Hát igen, mert mi megszoktuk a kényelmet. Megszoktuk a kényelmet. És ezért jönnek a kifogások, amikor alkalomra kellene menni. Ha most értem haza, pihenni szeretnék. 8 órát dolgoztam. Most pihen. Vagy rossz az idő, csúszik az út, hó van, eső, pálni, fog, mondjuk a kifogásainkat. Ezért nem állt. Mi is észreveszünk. Vasárnap délelőtt esik az eső, 20 emberrel, 10-zel kevesebben van Isten tiszteletben.
nem tudom, itt biztos hűségesen jönnek a testvérek, és senki nem hiányzik, akármilyen szimankó van, de nálunk van ilyen. Mert kényelmesek vagyunk. Jó, meg a gyerekek. Tiszteltes soha, hát én vasárnapért nem mehetek. Hazajönnek a gyerekek, főzni kell. Hát de tessenek együtt akkor eljönni Isten tiszteletre. Akkor szombaton meg tetsz főzni. És akkor vasárnap együtt. Milyen szép, amikor szülő, gyerek, unoka együtt ül a padban. De ne, kelsz el? De nem. Még én se jövök. Nem úgy a családomat hoznám. Isten tiszteletre. Mert a fészek, ugye, kell a kényelme. Aztán hányszor van úgy az ember, hogy megvan mindenünk, minden van a házban, az utolsó mosógéptől kezdve, csak szeretet nincs. Hányszor van így. Hogy kívülről azt látják, hogy hú, milyen rendezett ez a ház, csak belül. Férj, feleség, a gyerek, a szülő, és minden így. És nem jó hazamenni abban a hajlékban. Testvérek, aki Jézust akarja követni, annak nincs fészek. Olvastam egyszer egy madárról, szeretem az ilyen természetkönyveket, ennek a madárnak az a jellegzetessége, hogy fölneveli a kicsinyeit, és amikor már repülni tudnak a kicsik, akkor egyszerűen szétbontja a fészküket, az anyamadár, és azt mondja, na, gyerekek, most már repülni kell. Nincs tovább a fészek kényelme, nincs tovább, hogy hozom nektek az ennivalót a csőrömbe. Egyszerűen szétbontja a fészket. Mi hol vagyunk? A fészkünkben, mondjuk már Jézus követése ott van az életünkben. Az egyik oldalon ez a családi fészek, a másik oldalon pedig a Jézus követése, az élet. Az az élet, ami mindent az Úr Jézus Krisztusért tesz, és kimondhatatlanul boldog. Jézusnak nem volt hol lehajtani a fejét, de Isten szívére bármelyik pillanatban odahajthatta. Ezt kívánja nekünk is. Lehet, hogy olyan körülmények közül jöttél, hogy van otthonod, van lakásod, de nincs otthonod, mert a kettő nem ugyanaz. De bármilyen mérgezett is a légkör körülötted, talán a családodban, a környezetedben, ahogy Jézus, te is odahajtatod az Atya kedvére a fejedet, és ő megölel, megvigasztal, erőt ad, könnyet töröl, mert ő ilyen Isten. Kínálja nekünk a védettséget. Istenben mindig lesz védettségünk. Kedves testvérek, el fogunk csendesedni, ima közösséggel fogjuk befejezni, akinek a szívében imádság van, az majd hangosan is imádkozhat. Én fogom az ima közösséget befejezni, és majd együtt elmondjuk a mi atyánkot. De mielőtt imádkoznánk, csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és én néhány kérdést az ige mentén fel fogok még tenni, hogy átgondoljuk, hogy hol is tartunk. A Golgotai keresztet, és nem kell tovább élnünk a romlásban, hanem elindulhatunk a menny felé, ahol társunkká szegődsz, mint az Emmausi tanítványok. Úrunk, így kérünk, te látod a mi életünket, látod, hogy elindultunk-e már, vagy
mondjuk még a kifogásainkat. Segíts nekünk, hogy veled induljunk, és veled érkezzünk a mennyei hazába. Áld meg életünket, áld meg hazautunkat, őrizd meg bennünket, Urunk, a názáreti Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a mi kívánságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Istenünk szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal.